a rózsát nevető király kisasszony. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy király, s annak egy csuda szép lánya. Ha ez a király kisasszony nevetett, rózsák hultak a szájából, s ha lehúzta a cipellőjét, s mezitláb ment az úton, minden lépésére egy csengő arany termett. Nem is volt olyan gazdag király az egész világon, mint ennek a király kisasszonynak az apja. S nem is volt ebben az országban szegény ember, mert ha a király kisasszony szegényt látott, mindjárt lehúzta a cipellőjét, s csak úgy perdült lába nyomán az arany. Nagy híre volt a király kisasszonynak kereke világon. Jöttek is minden ünnét királyfiak, hercegek, akik a kezéért esekedtek. Hanem a király kisasszonynak sem ez nem tetszett, sem az nem tetszett, egyiknek sem adta a kezét. Még csak egy királyfi meg nem fordult az udvarán. A szomszédország királyának a fia, de ez nem tudott eljönni, mert amikor éppen indulóban volt, ellenség tört az országba, s csatába kellett, hogy menjen. Elment a királyfi a csatába, de a királyné és az udvarmesterné megegyezett, hogy amíg a királyfi oda lesz a háborúban, megkéretik a király kisasszony kezét. S mire a királyfi visszatér, el is hozzák. Szépen megfestették a királyfi képét, az udvarmesterné elvitta a rózsát nevető király kisasszonynak, s annak úgy megtetszett a királyfi képe, hogy egy szóval sem ellenkezett. Felkészítik a király kisasszonyt aranyos hintóba ültetik. De mielőtt az országát elhagyta volna, leszállott a hintóból, lehúzta a cipellőjét, gyalog ment jó messzire, s ami arany hullott a lába nyomán, azt mind a szegény embereknek adta. Hanem azt még nem is mondottam nektek, hogy az udvarmesterné boszorkány volt, és szerette volna, ha a királyfi az ő lányát veszi el. De ez a lány olyan csúnya volt, hogy azt se tudták, hogy a világon van senkinek sem mutatta. Ahogy az ország határából kiértek, rettentő nagy égi háborút csinált a boszorkány, s egyszerre csak egy szörnyű fekete felleg mind a lábszállott, abból a fellegből kiszállott a boszorkány lánya. Hirtelen megfogták a rózsát nevető király kisasszonyt, s mind a két szemét kiszúrták, azzal belelökték az árokba, a szemét pedig utána dobták. Akkor az udvarmesterné lánya beült a hintóba, sűrűn lefátyolozta az arcát, és úgy érkeztek meg a királyfi városába. Arra jönnek valami szekeres emberek, meghallják a sírást, kihúzzák az árokból a király kisasszonyt, hát amint egyet-kettőt lép, csak úgy hull az arany utána. Hely, megörültek az emberek. Egy megfogta, s vezette, a többi pedig ment utána, alig győzték felszedni a temértek aranyat. Így vezették a király kisasszonyt egész nap. Akkor aztán összeesett szegény, nem tudott tovább menni, és a szekeres emberek ott hagyták az út szélén. Ahogy elmentek a szekeres emberek, egy kertész jött arra felé, az megsajnálta a szegény lányt, s fölvette a szekerére. Hazamegy a kertész, és mondja a feleségének. No, feleség, én ugyan megjártam. Bementem a király városába, hagyd lássam a királyfi lakodalmát, mert az volt a híre, hogy a gyöngyöt síró, rózsát nevető király kisasszonyt veszi feleségül. Azt is beszélték róla, hogy ha mezít lábjár, csak úgy hull az arany utána. Na hiszen nem sír se gyöngyöt ennek a király kisasszonynak a szeme, rózsát sem hullat a szája, de még aranyat a lába. Nem nevet az senkire, nem is sír, de nem is engedi, hogy a cipőt lehúzzák a lábáról. Jól van, jól van, mondja az asszony, arról beszéljenként, hogy minek hozta ide ezt a leányt. Ó, feleség, hát megsajnálta, megesett a szívem rajta, nem hagyhattam az út szélén. Isten neki, hát maradjon itt, mi is szegények vagyunk, nem tudom, miből tartsunk el egy vaklányt. De feleség, mondja a kertész, én bemegyek a városba, van ott egy boszorkány, aki szemmel kereskedik, veszek egy pár szemet ennek a szegény lánynak. Bemegy a kertész a városba, visz a hátán egy nagy zsák főzeléket, s mondja a boszorkánynak, hogy adjon ezért két szép szemet. A boszorkány éppen egy nagy könyvből olvasott, fel sem nézett a kertészre, benyúlt az asztal fiába, s oda dobott neki két szemet. Hazamegy a kertész, beteszi a lánynak a két szemet a helyére, de csodák csodája, egyszeriben a szobasarkának fordult, ahol egy lyuk volt, s mindazt nézte. Nem tudták elképzelni, hogy mi történhetett vele. Bemegy a kertész ismét a városba, megy a boszorkányhoz, és mondja neki, hogy bizonyosan nem jó szemet adott, mert az a lány mindig egy lyukba néz. Bezzek, hogy nem neki való szemet adtam, mondotta a boszorkány nagy kacagba. Macska szemet vittél el innét, és azért néz a lyukba, mert ott tegeret lát. Hanem most mást adok. Találtam egy árokban két szép szemet. Vidd el, ez jó lesz hazaviszi a kertész a két szemet, beteszi a helyére, s hát uramisten, egyszerűen úgy megszépült a lány, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Először sírni kezdett örömében, s csupa drága gyöngyök peregtek a szeméből. Azután nevetni kezdett, s szebbnél szebb rózsák hullottak a szájából. Aztán lehúzta a két cipőjét, és elkezdett sétálni. Perdült, karikázott, csenget bongott a sok aranya lába nyomán. S a tenger sok drága gyöngyöt, s a tenger sok aranyat mind a kertésznek ajándékozta, amiért el nem hagyta szomorú sorsában. Aztán elbúcsózott a kertésztől, a feleségétől, s bement a királyfi városába, fölment a palotába, ottan beszegődött a királynéhoz szobalánynak. No, éppen jókor jött, mert akkor kergette el az egyik szobalányt a gonosz királyné. Hát felfogadta mindjárt a királyné a rózsát nevető királykisasszony kisasszony szobalánynak. Aztán telt múlt az idő, s egyszer, mikor éppen bára szépen fölkészítette a királynét, lejön a királyfi, s mi történik, mi nem, nem egyéb egy nagy semminél, a királyné megfordul, a nyakát megszúrja egy kombostű, s mérgében úgy pofon üti a szobalányt, hogy az szegény sírva fakadt. De uramisten szeme szája tátva maradt a királyfinak, mert könyhelyett csupa drága gyöngy pergett a lány szeméből. Nagyot kiállt a királyfi örömében. Te leány, talán bizony te vagy a gyöngyöt sírós, a rózsát nevető király kisasszony. A lány nem szólt semmit, csak elkezdett nevetni, s hát csak hullott a szájából a fehér rózsa, piros rózsa, égővörös, egyik szebb a másiknál. Akkor aztán lehúzta a cipellőjét, és elkezdett sétálni föl alá a szobában. Perdült, karikázott lába nyomán a sok arany. Hiszen a királyfinak se kellett több. Kiseprűztette udvarából a boszorkáncs a lányát. Mindjárt papot hivatott, s megesküdött a rózsát nevető király kisasszonynal. Ma is élnek, ha meg nem haltak.